Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják. Csicsker Hegedűs Lili vagyok. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Új nyertese van annak a vállalkozás fejlesztési mentor programnak, amelyet a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT és az önkormányzat indított útjára még tavaly. A pályázat lényege, hogy a győztes kedvezményesen bérelheti 4 hónapon át a Király utca 20 szám alatt álló üzletet. Emellett a termékei szolgáltatásai népszerűsítésében is segítséget kap. A K20 kirakat projekt keretében ma ismét egy helyi vállalkozás mutatkozhatott be a pécsieknek. Relaxáció és elmeállapot felmérés, ezt kínálja a Király utca 20-as szám új bérlője a pécsiek és a turisták számára. A helyi cég ezzel immár a 3. szerencsés nyertese az önkormányzat tavaly indított gazdaságfejlesztési programjának. A K20 kirakat elnevezésű kezdeményezés eredményességét bizonyítja, hogy az előző 2 kiválasztott pályázott továbbra is sikeresen működteti vállalkozását, de már a saját maguk által fenntartott üzlethelyiségekben. Mivel az önkormányzat célja, hogy még sok helyi vállalkozást indítson el a siker útján, így a program a jelenlegi pályázó kiköltözését követően is folytatódik majd. Nem gondoltuk, hogy ez most valahol is véget ér az a program, hiszen ugye a PVH-nak az lenne a célja, hogy az innen kinövő vállalkozásoknak lehetőséget adjon, és ugye minél többen legyenek, minél több szektor legyen képviseltetve. A megnyitón az új beköltöző is bemutatkozott. Mint megtudtuk, az üzlethelyiségben 4 hónapon át egy olyan elmeállapot felmérő applikációt próbálhatnak ki az ide betérők, mely szinte egyedülálló Magyarországon. Csernák Zoltán Samu, a cég tulajdonosa elmondta, nagyon örül, hogy ez az innováció most a K20 kirakat projekt keretében a Király utcában debütálhat. Mi most mutatjuk meg először a nagy közönségnek. Voltunk már különböző rendezvényeken, például a Brain Baron, Itun, Gamer Zone-on, de hogy állandó helyünk legyen, az most lesz először. Az önkormányzat a K20 projekt részeként nem csak kedvezményes ingatlanbérlési lehetőséggel, de ingyenes tanácsadással és mentoringgal is támogatja a vállalkozásokat. Ezzel szeretnék ugyanis elérni, hogy az ígéretesnek tűnő helyi ötletek hosszú távon is életképesek maradjanak. Csak Csajok néven szervezett a héten tábort a Pécsi Kulturális Központ az Apácai Művelődési Házban. A résztvevő 8-12 éves lányok változatos foglalkozásokon vehettek részt. Többek között tanultak az egészséges táplálkozásról, a sürgősségi betegellátásról, de az újraélesztésről is. Pavlovics Attila igazgatótól megtudtuk, a Pécsi Kulturális Központ hosszú évek óta szervezi a városi nyári napközit. 6 héten keresztül minden évben, amint vége az iskolának, június 20-tól egészen július végéig van ez a nyári napközi. Általában 6-7 csoport szokott lenni, 200 körüli gyerek, aki itt részt vesz ezeken a programokon, és hát ezt követően pedig vannak külön szaknapközik. Vannak szaknapközik a fiúknak, vannak a lányoknak, például most éppen a Csak Csajok szaknapközi folyik, tábor, így is nevezhetjük, és hát vasútmodell lesz a jövő héten, nyilván az elsősorban a fiúkat érinti, van a fenn a meccseken a kisvasutas tábor, az is jövő héten folyik. Végül néhány szó az időjárásról. Holnap folytatódik a kánikula, szombat éjfélig az ország egész területére 3. fokú hőségriasztás van érvényben. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, viszontlátásra!